nem csak nagyon színvonalas előadók által prezentált előadásokat hallhatnak, hanem egy kicsit a társasági életet is lehet élni, és lehet olyan barátokkal és kollégákkal is találkozni, akikkel esetleg mindennapokban nem. Templer Roland vagyok, fogtechnikus mester, az Implant Mill Kft.-nek vagyok a tulajdonos ügyvezetője. 7 éve viszem a saját cégemet, gyakorlatilag azóta digitálisan is dolgozunk, tehát lefedjük a fogtechnika teljes analóg és digitális területét tulajdonképpen. Az előadásunk egy közös előadás volt fogorvos kollégámmal és barátommal, dr. Götz Gergellyel, és az intraorális szkennerek használatáról és lehetőségeiről tartottunk egy előadást, saját eseteinken keresztül bemutatva. 7 évvel ezelőtt, amikor elkezdtünk digitálisan dolgozni, digitális adatokra, intraorális szkennelt lenyomatokra tulajdonképpen, akkor ez még viszonylag újszerű volt, és még nagyon sok rendelőben nem volt ez megtalálható. Én akkor már azt vetítettem előre, hogy ez egy olyan hullám lesz, ami azért el fogja söpörni a szakmánkat, és már akkor olyan technológiákat és olyan megoldásokat, olyan CAD/CAM megoldásokat kezdtem el a rendszeremben alkalmazni, ami majd ezekre tud választ adni. Úgyhogy én már felkészülten álltam az elé, a kihívás elé, ami most már valósággá vált, hogy nagyon sok rendelőben elérhetőek az intraorális szkennerek, egyre több rendelő dolgozik digitálisan, és így az egész magyar fogászat digitális átállása tulajdonképpen most már elérhető közelségbe vált, vagy elérhető közelségbe került. Igyekeztünk nagyon sokféle megoldást bemutatni. Itt gondolok arra, hogy kollégám Götz Gergely ugye az ortodonciában is kimagasló szakember, tehát bemutatott ilyen lehetőségeket is, amiket digitálisan ugye meg lehet oldani. Szó volt a 3D nyomtatott fogsortól, elkezdve a hibrid kerámián keresztül, a monolitikus cirkon munkákig, tehát nagyon sok olyan megoldás és lehetőség, ami ugye a digitális fogászat és fogtechnikának a része. És azt gondolom, hogy miután a nézők nagy számban jelen voltak, tehát nyilván volt olyan, akinek már van ilyen eszköze és dolgozik vele, van, aki még csak gondolkozik rajta és még csak érdeklődik, hogy milyen lehetőségek fognak föltárulni, hogyha egy ilyen eszköztre beruház. Azt gondolom, hogy mindenki magával tudott vinni valami olyat, ami újszerű és amire egy kicsit úgy föl tudta kapni a fejét, mert aki dolgozik vele, az is lehet, hogy látott olyan anyagot vagy olyan megoldást, amit még nem ismert eddig. Aki pedig gondolkozik rajta, az nyilván egy széles spektrumot láthatott át, hogyha egy ilyen eszközt vásárol, akkor milyen lehetőségei lesznek, és mire tudja igazából használni ezt az eszközt. Igazából tegnap nem voltam itt, ma fogok belehallgatni most Vág János előadására, és nagyon kíváncsi vagyok Jóskó Ács Gellért. Hál' Istennek nagyon sok olyan ember van itt, akikkel együtt is dolgozom, sőt, mondhatom, hogy nagyon sok barátom van jelen, úgyhogy nekem ez egy kicsit ilyen baráti találkozó is. Nagyon örülök, hogy nagyon sok olyan fogorvos kollégával találkozhatok, és eszmét cserélhetek, akikkel egyébként a mindennapokban is együtt dolgozunk. Hát azt gondolom, hogy ezt két részre bontanám. Az egyik az, akinek van egy nagyon komoly tudása, és esetleg kiegészíti azt a tudását, vagy megerősíti abban, hogy az, amit csinál, az megfelelő és jó. Tehát azt gondolom, hogy biztos vannak olyan szakemberek, akik nem igazán hallanak újat, maximum megerősíti azt, hogy egyébként jó úton jár, és ezt más is így csinálja, úgymond. De nyilván ez egy nagyon szerteágazó szakma, rengeteg területtel, és nagyon sok újítással és újdonsággal, és nagyon sok nézőponttal. Mert azért, mert valaki csinál egy bizonyos típusú pótlást, vagy egy bizonyos típusú kezelési tervet, annak nagyon sokféle megoldási lehetősége van. Tehát nagyon jó megnézni más szakembereknek a nézőpontját, a világnézetét, a gondolatait meghallgatni, hogy ő hogy látja a világot és hogy gondolkozik a szakmáról. Jó szívvel ajánlom, hogy minden kolléga látogasson ki minden évben az Upgrade kongresszusra. Nem csak nagyon színvonalas előadók által prezentált előadásokat hallhatnak, hanem egy kicsit a társasági életet is lehet élni, és lehet olyan barátokkal és kollégákkal is találkozni, akikkel esetleg mindennapokban nem. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nem csak színvonalas, hanem hangulatában is egy nagyon jó program, úgyhogy mindenkinek jó szívvel ajánlom, hogy jöjjön.